Anna Brnabics szerint a fővárosi kórházi kapacitások megteltek. Az ország többi részén egyelőre nem lesznek további korlátozások, Belgrádban viszont új intézkedések lépnek életbe pénteken reggel. Tu imamo prvu meru, a to je potpuna zabrana javnog okupljanja, organizovanog javnog okupljanja, više od 10 ljudi na zatvorenim prostorima i u otvorenim prostorima. U principu sve ove mere će biti oročene zato što moramo da pratimo efekte. Čim se stvore uslovi za koliko toliko ponovo normalan život, mi ćemo ove mere onda ponovo povući pa ćemo pratiti kako ide cela situacija. Dakle, u gradu Beogradu potpuna zabrana javnog organizovanog javnog okupljanja više od 10 ljudi na zatvorenim i otvorenim prostorima. Vraćamo meru koju smo imali tokom vanrednog stanja, ograničenja broja ljudi na zatvorenim prostorima, dakle svaki objekat, ugostiteljski objekat, ali i prodavnica, apoteka, će morati da ima jasno istaknuto koliko je ljudi dozvoljeno da boravi u jednom trenutku u tom zatvorenom javnom objektu. Ako se ne varam, to je na jednu osobu 4 metra kvadratna. A harmadik intézkedés a vendéglátó és szórakozóhelyek, illetve zárt terek munkaidejének korlátozása mindaddig, amíg a helyzet nem javul. Ezek kötelezően zárva lesznek este 9 órától reggel 6-ig. Ez a bevásárló központokra, boltokra és zárt piacokra is vonatkozik, tette hozzá a szerb kormányfő. A nyitott vendéglátóipari egységek és kerthelyiségek 23 óráig tarthatnak nyitva péntektől a fővárosban. Dr. Goran Stevanovic szerint Belgrádban a helyzet rendkívül súlyos. Samo infektivna klinika kao jedna od četiri triažna mesta ima preko 350 pregleda za 24 sata. Sa ostalim triažnim mestima to je blizu 500-550 pregleda praktično za 24 sata. Trećina tih bolesnika mora odmah zbog težine kliničke slike da bude upućena u bolničko lečenje i najveći broj njih tog trenutka zahteva kiseoničku potporu, znači upotrebu kiseonika, što je nemoguće sprovesti bilo u ambulantnim uslovima kod kuće. A most bevezetett szigorítások addig maradnak életben, amíg ezt a járványügyi helyzet megköveteli, hangsúlyozták az illetékesek. Azt mondták, ha szükséges, más önkormányzatok területén is meghozzák a szükséges intézkedéseket.